Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint az új Battlefieldet kipróbálni. Látjátok, lehet helikopterrel, autóval, motorral menni. Én most ezzel a Ford Mustangra fogok menni. Nem játszottam eddig még a játékkal, szóval nekem is teljesen új a dolog. Még zene is megy az autóban, aminek annyira nem örülök, mert ki van kapcsolva és mégis szól. De jobb lenne egy telepjáró, mint egy sportkocsi, mert nem azért. Lőnye, hogy ha nyomod a lövő egeret, vagy mi az már gombot, akkor dudál az autó. De érdekes, hogy nem törik össze. Tiszta trepjáról ez az autó, baszk. Mi ezt elütem? Elütlek te, geci? Aj, de elütettem. Raúl kér, mondom, hogy kér. Zsír, nagyon jó. Azt vagyok. Valahonnan nagyon lőnek, és felrobbantam! Na, szóval helikopterrel, köszönöm szépen. Na jó, nem játszottam eddig én sem, úgyhogy fogalmam nincs, hogy működik. Így néz ki maga a menü, itt lehet választani, hogy mivel akarunk lenni, milyen fegyver, tehát nagy elég sok beállítási lehetőség van, végre egy kamion. Menjünk helikopterrel, azzal a hárommal sem tudtam menni. Tehát azzal megyünk, 1-es, 2-es, hát kurva nem csinál semmit az 1-es, a 2-esre. Ez lőg az meg, ha kell, nem. Ez azt hitte szerintem, hogy tudok helikoptert vezetni. Pedig nem. Na, hogy megy ez? Én kiugrok a gecibe. Ejtőernyő, vagy ilyenek. Na, bazd meg, meg fogok halni. Nem haltam meg, kizuhantam egy repülőgépből és nem haltam meg. Na nem baj, megyünk motorral. Tehát eddig azt mondom, hogy szar ez a játék. Na mindegy, hagyjuk. Haladjuk. Sok mi lesz még. Motorral is. Hát, úgy ülök rajta, mint egy szerencsétlen, mint aki oda szart. Hát, de ez a grafika is elég béna ahhoz képest, hogy... Hát remélem minden ultrán van. Igen, minden ultrán van. Tehát be van állítva itt ultrára. 2K-ba. És mégis, hát olyan... Hát mint az ők 10 éve, hát jó, de ezelőtt 2 évvel is ilyen grafikai játékokat adtak ki. Ez a motor, de béna, semmi rugózása, ilyen plastikszerű az egész. Hát ez nagyon béna. Figyelj meg, nincsen semmi rugózása, vagy közben lőnek, mint is le is lőttek. Tehát gyakorlatilag semmi rugózása nincsen a járműnek. Nagyon szar. Menjünk oda a tutiba egyenesen. Szóval én azt mondom, hogy ez így eddig nagyon béna. Tehát ez a grafika, ez siralmas. Így ebben a formában. Ez a grafika. Jó, az, a fegyver az látom, ki van dolgozva rendesen. Anyád. Persze már itt mindig lelőttek. Ja, hogy én terrorista vagyok és a rendőrök ellen harcolok. Nagyon jó. És fejbe lőttek is szarházi. Szóval eddig a grafika... Hát... Nem győz meg. Így maga így a cuccok így jól néznek ki, de azok a járművek azok nagyon mélyen néznek ki. Remélem ezen még fognak kapni egy kicsit, mert így elég gáz. Ismét itt valamiért az előbb kidobott a játék, nem tudom, hogy miért, nem is érdekel. Valami ilyen DirectX hibával szerintem ez a beta játéknak futható be. Kicsit bugos, még szerencsétlen. Van sok tán. Jó. Hát az meg, ezek nagyon profik már, én meg nem. Szomorú vagyok. Látszik, hogy nem játszottam még. Itt nagyban megy a... Hát, elfoglalták. Hát ez felparkolt ide rendesen. Ó, oh, hogy bassza úgy már meg. Ott lelőtt, nem én. Ó, oh, bassz meg a kis sniperot, de nem tudtam fegyvert váltani. Nagyon béna vagyok. Mindegy, majd lesz ez még jobb is. Most mit vártok egy kezdőtől? Battlefield 3-ot is legalább egy éve játszottam.
Na, de jó, hogy betesz az autóba, bazd meg, amit pont felrobbantanak. Hülye ez a játék is. Ezt nem szerettem soha a kurva játékba, bazd meg, hogy... Ez az helikopterből vagyunk. Lőjük kegecit. Hova mit tesz szerencsétlen? Ahogy a balfasz és lezuhan. Mindenki sniperre játszik, bazd meg, hát mi ez már? Valami normális sírkézvált fegyverekkel nem játszanak itt már az emberek? Ez tök szar így. Ez így nagyon béna. Tedd már le. Ennyire szar nem lehet valami. Értem én, hogy elszoktam már a játéktól, de ennyi. Ne se bassz meg, kapott a száj. Egyébként nagyon jól megy a játék, stabilon 70-80 FPS-sel. Így két távol, úgyhogy minden hangszalad. Szóval meglepően jól megy. Son of a bitch! Son of a bitch! Ajj! Hát ezek nagyon tudnak, ezek már ismerik a pályát, nem úgy, mint én. Mindegy, sose azt néz. Túl pörgős helyre jöttem, ahogy látom. Mármint túl pörgős pályát, túl sokan vannak, túl nagy a maga. Ez az autóval nem lehet menni? Ugye megint kilőnek úgy érzem. De bazd meg, belelövök egy tárral szinte és nem hal meg. Na, bazd meg, azt lelő hátból. Faszki van. Régen szerettem én a Battlefieldet, mikor már megtanultam a pályákat, így szar játszani, hogyha nem tudod, hogy mi van. Tök jó fegyvereik vannak, nekem meg dolgokat sincs. Na hát bazd meg, lövöm is, ahogy lő, nem tudok lőni, mert lő. Na ezt elmagyaráztam. Akárhogy is, nem tetszik ez a játék így. Megyek én inkább védekezni, jobb az, mint ott halsz. De nem. De mindenki sniperozik, és ezt nem szeretem. Ez akkora gyökérség. Na, milyen szar volt az. Na gyere csak ide. Hát nem hiszem el, bazd meg, csak egy cik-cik-cik-cik, aztán le is lőttek. Mindnek van ilyen spéci fegyvere van, nekem meg lófasz sincs. Nem igazság. Na, tessék. Elütnek egy autóval, lelőnek egy autóval, hát ilyet, bazd meg. Nem, hogy tényleg nagyon béna a grafika. Így a karakterek mozgása, meg az autók, minden.
Nem tudom, nem jön be. Na, tessék, hozd meg. Nem látok sehol senkit is lelőnek. Lófasz és esti fény. Erre már menjünk valami mással. Vegyük rá minden szart. Oda megyünk. És... Kettőt öltem meg, nem is láttam, hogy megöltem kettőt, és tízszer haltam meg. Nagyon, nagyon fasza vagyok. Na jó, hát megvárjuk, hogy betöltse egy másik pálya. Nem kaptam semmit. Majdnem a legutolsó lettem. Estébi videó, meg kell már változtassam a nevemet. Kockozom már. Közben látom, kommenteltek Facebookon is, szeretjük, kommenteltek Facebookon. Két tengeri malacom is nagyon születik, és barátnőm is. Igaz, te kis malacka. Barátnőm itt majd elnyúlik úgy nevet, nem baj. Felszereljük ezt megint minden szarra, amit rá lehet rakni, rárakom. Tuningoljuk kicsit a cuccot. Nem sokan jól. Gázmaszk. Nem veszünk gázmaszkot, nem pocsékolunk ilyesmire pénzt. Smoke, flashbang, gázbár. Jó nekem a rendes gránát. Gumipotta. Jó lesz az. Na menjünk. Már kamion. De fasza, rendőr vagyok. Nem sért a szerencsétlen. Két hajtós autóban nekem nem szorítok helyet, hanem pofát vagyok. Hát mostan lennének még kezdők, mint én is, azok nem volnának olyan profik. Hát ez kurva lassan szalad. Ez se járt konditerembe. Ez is ilyen műkatona. Na, menjek vissza a pályára. Miért nem szaladgálhatok a hegytetőn, ha nekem úgy tetszik? Hát ide érdemes volt pedig itt dobni. Mindegy. Bekapcsolom a lámpát. Nem kapcsolom. Hát, nem sok értelmes fegyverem van. Egy gépfegyver, meg egy pisztoly. Ó, az F-fel tudok kalapálni így embereket is, jól van. És ott egy helikopter, és én azt mégis hogy jöjjem meg. Már itt meguntam szaladni, basszus, a fél videó ebből lesz. Szaladunk itt, még beérünk, ahova kell. Nagyon izgalmas. Ez a helikopter le fog zuhanni. Én oda megyek, hátra van plusz túlélője, akit meg tudok ölni. Milyen izgalmas. Túléli és megölöm. Nem csináltam semmit, és kaptam 6000 dollárt. Nagyon fasz. Bár a fizetést is így adnám. Nem csinál semmit, csak adják a pénzt. Erre még barátnőm is nevetett egyet, szerintem meg is tetszeni. Kilőlek, fegeci. Ez az. Megöltem egy embert. Öltem meg egy fasz. Ne rohadjál még. De megöltem egyet azért. Jól van, szép volt. Csináltam egy első kill-t. Nem első kill, de legalább csináltam egyet. Menjünk oda, mert ott van, látom a nagy záridó. Na, beszorultam egy ablakba. És innen nem tudok kimenni, baszki. Lol. Ilyen. Ilyen.
ez lett a szar. Hova szaladtál? Te gyökér. Itt vagy, fasza, ugye meg gondolod, hogy fogok én szarakodni, hogy... hogy leüsselek, akkor lelőhetlek. Komolyodjunk már meg egy kicsit. Valaki lő rám, érzem hátból. Követi a golyóimat. Nem hagyom, hogy megöljön. Ugye sündisznó kényeztessen. Micsoda a fegyver? Hát ezzel nem lehet csak emberre támadni, ahogy látom. Nézze bazd meg. Elmentél megdögveni, én tudom. Hát lövök itt, mint egy hülye, de senkit nem találok el. Elfogyott a lőszerem. Az ciki. De jó, leugrottam a tetőről és meggyulladtam, és megöltem saját magam. Ehhez tudás kell. De legalább nem máshol. Ahol már öcsém valahogy térjél már nézhet. Veszek én inkább ilyen Enforce AU shotgunnal, nem jó, nem kell shotgun. Maradok én operátor. Mechanic. Kurva helikoptert kéne volna kifeszíteni. Nagyon sokan. Megöltem, megöltem! Milyen sikerélményem van most. Még egyet megöltem, most már nagyon király vagyok. Téged is megöltem. Mondtam. Ha, ez a fal volt, bazd meg. Lelőtt. Hülye kicsi. Nem is olyan rossz ez a játék, csak kell vele kicsit foglalkozni. Egy sniperös hűjél itt engedjük. Nem szeretem azokat, akik állnak egy helybe és várják, hogy jöjjenek, hogy lője le őket. De már nem kaptam. Én nekik adom az összes golyómat. Komolyan. You have been promoted. Na, király vagyok. Kitűntette. Megöltem még egyet. Na bazd meg, le akartam nyírni azt és lelőttek az ablakból. Hülye köcsök. Miért kellett neki pontot lenni? Ja, hogy ez is itt fekszik a sarokban. Mekkora egy szarházi. Megyünk oda, mert nagyobb az izgi. Hát, ez hamar meghalt. Nem volt szerencsém. Na jó, de legalább látjátok nagyjából milyen a játék. Pörgősnek pörgős, az biztos. De nem olyan könnyű életben maradni. Sőt, kurva nehéz. Na, gondoltam itt át tudok ugrani, de mégse.
advise, officers have lost the territory. Got a suspect! Egyet megöltem, egyet meg majdnem. Elég már előlem, szerencsétlen. Állj de, a sajtré vagyok. Komolyan. Már jó. Én vagyok a Jani. Nem is igaz, mert Tomi. Az asszony annyira olvas, hogy nem is hallja, hogy miket énök neki, hála jó Isten. Na basszus, mégis hallja. Pedig jobb lett volna, hogy nem hallja. Á, bazd meg, noob. Na mindegy. Tehát az a gránát kávé lófaszra se jó, mondjuk amekkorát robban, simán két embert is ki kellene nyírjon. Ennek ellenére meg lófasz nem ér igazából. Megvan. Tag that one. Kiveszem a részem a hardcore azért, én úgy érzem. Á, köcsök sniperös. Ezeket mindig is rüheltem, bazdmeg. Miért nem játszanak normálisan fairen? Vesznek egy normális pisztolyt, vagy valamit, amivel tudnak harcolni jelenet, nem? Majd fogjam. Egészségemre. Köszi. Nem, hogy fog egy sniper, bazdmeg, aztán... azzal lelő mindenkit. Mert az akkor egy fasság, egy irigy. Szerencsétlen nyomorék, marfasság úgy igazából megmondva. Aki kicsit tud játszani, meg tényleg akar is játszani, és azt akar, hogy élvezetes legyen a játék, az kurvára nem sniperre játszik. Hey, I need help over here! Baszki. Tényleg nem jó ez a gránátvető semmire. Ez már voltunk. Menjünk Enforce-a. Ez meg Magnummal, Shotgun-nal. Na, leszek én is sniperös. Lássuk, milyen sniperös. Tálog az meg is annyi. Egy pisztolya. Ez az. Tudom mi ez. Mindegy, felmászok ide, aztán innen fog sniperezni. Herpel lelőttek. Jó, hagyjuk, nem nekem való ez a sniperezés. Én szeretek szaladni, mint egy hülye, és menni bele mindenbe. Végigpróbáltuk itt már szinte mindet. Maradunk ennél. Jó lesz ez nekünk.
Alig van társad a szarok. Az idegesít kurvára. Alig lövök egy párat, már kiürült a tár. Medkit over here! Szaladok itt a többiekkel, hát a nagyobb sikerem lesz. Hát bazd meg is lelő. Faszom. Kellett volna baszakod egy gránátot. Mindegy, most már tudom, hol vannak a kis köcsögök. Mindjárt megyek és kinyírom a számokat. Most lett volna jó a sniper, mindegy. Tegyünk és meghódítjuk a hegyeket. Hába az meg mindenhol van. Engem meg senki nem fedez. Mondjuk én is megállok ott, mint egy fasz. Kifeküdtek a tengeri mozgatai. Szó szerint kifeküdtek. Laholnak itt, mint szar a fűben. És nem túl ezt a mennyet talán. Mekkora nagy háború megy itten, baszki. Ha bazen nem lehet kilőni a sofőrt, tehát ekkora fasságot. Ez a sniperosok lövöldöz. Egy gránáton ott az egész tárba, és az egész lőszerek közt baszki, hát mi az? Egy gránát, egy háborúba. És lőszerem sincs már. Adjál lőszered. Nekem kell a lőszered, geci. A faszom, legalább addig ne lőjetek, még nincsen lőszerem. Milyen gyökerek? Látják, nincsen semmi, is lőni. Megyünk oda, legyen. Hát nem megyünk oda. Nagyon sokan van. De jó, hogy ő lőle. Nem be, hogy veszek egy kibaszott sniper-t és megyek ott lezúzok. És már tele a tököm elő. Ciki, elfoglalták a bázisokat. Mi a helikopter? Rohadj meg. Nem hagyom, hogy lelőj, kis szarjankó. Milyen faszom gáz van itt? Nem. Na, tessék, még úgy csak a helikopter nyílt ki. Bosszantó. Sehogy se jó. Elfoglalták azt is, akkor hát megyek vissza ebbe. Hát leset esznek normálisan már megöl, hát hogy lehet ilyen fasságot? Jó, én nem tesz le, bazd meg a mező közepére.
Ezek meg itt bujkálnak, mint a hülye gyerekek. Hát, az meg. Na jó, hát szerintem ennyi volt ez a videó. Van elég így is. Majd, ha akarjátok, még lesz belőle videó, de kétlem, nekem nem tetszik ez a játék. Kb. Egyáltalán úgy grafikailag, mint megoldásilag szerintem ez meg ne lett cseszve. Ez jó, hogy lehet motorral menni, meg minden faszommal, de élvezet az kb. Egy lófasz. Mindenki bücsörög, gyökerek játszanak. Há? Szóval nem ér az egész. Na jó, hát ennyi volt ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!